170 ezer aláírás gyűlt össze eddig ahhoz a népszavazáshoz, amin a kínai Fudan Egyetem megépítésének elutasításáról és az álláskeresési járadék időtartamának növeléséről szól. Az ellenzék szerint napokon belül meg lesz a törvényben előírt 200 ezer aláírás. László Róbert választási szakértő szerint ez nem kérdés, arra azonban így sem lát esélyt, hogy április 3-án erről a két kérdésről is lehessen szavazni. Most 170 ezer aláírásnál tartunk országosan. Közös sajtótájékoztatóval egybekötött utcafórumon jelentette be az ellenzék, hogy még 30 ezer aláírásra van szükség ahhoz, hogy a Fudan Egyetem és az álláskeresési járadék ügyében országos népszavazást tarthassanak a 2022-es országgyűlési választásokkal egy napon. Arra kérek mindenkit, hogy az elkövetkező napokban még jöjjenek, hiszen hamarosan le fogjuk adni az éveket. Vegye ki mindenki a részét a kormányváltásból, hiszen minden aláírás egy újabb szög az Orbán rendszer koporsójába. Márkizai Péter azt mondta, egy hét alatt 70 ezer aláírás összegyűjtése jó teljesítmény. Az ellenzék közös miniszterelnök jelöltje a népszavazást a kormányváltás előszobájának nevezte. Az igazi népszavazás ugyanis az április 3-i választás lesz, Fidesz vagy nem Fidesz, ez lesz a kérdés. Márkizai Péter azt is elárulta, hogy szerinte mennyi esély van arra, hogy a választásokkal egy időben kerüljön sor az ellenzék által kezdeményezett népszavazásra. Gulyás Gergely és Orbán Viktor már meglehetősen egyértelmű szavakkal kifejezte, hogy eszük ágában nincs engedélyezni azt, hogy az ellenzék kérdése is rákerüljenek a szavazólapra a fideszes aberrált kérdések mellé. Én ezért azt gondolom, hogy nekünk ettől függetlenül is össze kell gyűjteni, hiszen remélhetőleg már egy új kormány alatt, de ez a két népszavazási kezdeményezés ez rendkívül fontos számunkra. A főpolgármester csütörtökön azt mondta az egyenes beszédben, hogy megvan minden közjogi esély arra, hogy lehessen erről szavazni április 3-án. Ha ez nem így lesz, az azért lesz, mert a Fidesz fél a nép véleményétől, és hogyha fél a nép véleményétől, akkor meg is érdemli, hogy leváltsuk. A választási szakértő szerint semmi esély nincs rá, hogy április 3-án az ellenzéki kezdeményezésű népszavazás megvalósuljon a hatályos jogszabályok miatt. Ha mindent elhúznának addig, ameddig a törvény erre lehetőséget ad, akkor akár még 2023. januárjáig is elhúzódhat ez az egész folyamat. Ennél realisztikusabb az, hogy valamikor nyáron, esetleg kora ősszel valósulhat meg ez a népszavazás, hogyha az ellenzék tényleg egy-két héten belül le tudja adni a szükséges aláírás számot. A szakember emlékeztetett a kúria 90 napos határidejének kihasználására, ami miatt az aláírásgyűjtés szeptember helyett csak decemberben kezdődhetett el.